Köszöntöm kedves nézőinket! Önök az Új Mezőgazdasági Magazin legfrissebb adását látják, hallják. Benne információk, újdonságok, érdekességek a mezőgazdaság házatájáról. Kérem, tartsanak velem az elkövetkezendő 30 percben. A Hódmezővásárhelyi Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok immár 31. alkalommal nyújtottak lehetőséget arra, hogy felvonulhasson a magyar állattenyésztés színe java. Ma már európai hírnévnek örvend az esemény, ami annak köszönhető, hogy a fókuszában mindig is a szakmaiság állt. A szervező Hódmezőgazda ZRT a Magyar Állattenyésztők Szövetségével és tagszervezeteivel együttműködve alakítja ki a kiállítás programját. Ebben helyet kap a szakmai eszmecsere, hogy milyen korszerű megoldásokkal lehet túljutni az ágazatot sújtó nehézségeken, de a legfontosabb, hogy az állattenyésztők bemutathassák eredményeiket. Mi ide ünnepelni jöttünk. Ünnepel jöttünk is megmutatni azokat a technikákat, technológiákat, állatokat, egyéb sikereket, amit az állattenyésztés során elértünk az elmúlt években, és azt gondolom, hogy 31 év alatt, hogy itt 31-szer már meg tudtuk ezt a kiállítást rendezni, igenis nagyon sok fejlődés ment végig, hiszen akkor, amikor 30 évvel ezelőtt kezdtük, akkor még örültünk, hogy a 10.000 literes laktációs átlagban lévő tehenek voltak, most pedig már 13-14.000 literesek, egyre jobb a genetika, egyre jobb képekkel tudjuk kiszolgálni, egyre pontosabban tudjuk kiszolgálni ezeket az állatokat, azért, hogy utána egyre gazdaságosabban tudjunk termelni, és egyre egészségesebb, egyre jobb takarmánnyal, egyre jobb élelmiszert tudjanak elállítani az általunk megtermelt alapanyagokból. Ez a Hódmezővásárhelyi kiállítás mindig egyfajta tükröt tart az állattenyésztés aktuális állapot elé. Mit mutat most ez a tükör? Hogyan látja? Az, hogy az állattenyésztési ágazat is ma már csúcstechnológiai ágazattá vált, hiszen megjelennek azok a legkorszerűbb vívmányok, amelyeket a robotika, akár az űrtechnológia, az informatika jelent. Ezeket összekapcsolva a hagyományos tudással, szaktudással, ami továbbra is nélkülözhetetlen, de nélkülözhetetlen, hogy korszerű és versenyképesen csak ezekkel a legújabb korszerű ismereteknek a megjelenésével, integrálásával lehet ma már állattenyésztést is nemzetközileg is versenyképes és fenntartható módon művelni, és erre kiváló alkalmat jelentenek az ilyen kiállítások, és ebben Magyarországon az Alföldi Mezőgazdasági Napok, állattenyésztési napok kiemelt helyen szerepelnek, mert valóban a teljes magyar állattenyésztési ágazatnak a tükörképét mutatja, és az ágazat helyzetéről évről éve nagyon jó lenyomatot ad, illetve mutat. Minden évben több tízezren látogatnak el a kiállításra. Ennek a hatalmas érdeklődésnek a titka az is, hogy a nem szakmabelieket is sikerül megszólítani. Az állattenyésztési napok ugyanis igazi, a családokat is vonzó fesztivállá vált, annak minden kellékével együtt. Idén például újításként szerepelt, hogy az előző években a kiállítás területén szétszórt vendéglátóegységek külön területet kaptak. Szeretnénk, hogyha a fenntartatóságot meg tudnánk valósítani, ez abban merül ki, egyre inkább egyre sok zöld terület van, egyre inkább a hulladékkezeléstől kezdve, és egyre több fát szeretnénk látni. A következő évben az a célunk, hogy minél több fát tudjuk ültetni, ez a fenntartatóság jegyébe, és hát a környezet terhelést próbálunk minél jobban a szelektív hulladékgyűjtéstől kezdve sok mindent megoldani, azért, hogy minél kisebb legyen a lábnyomunk. Birkás Márta ma a talajtan elismert professzora. Ahogyan meséli, csak azért nem lett állattenyésztő, mert nem tudott volna minden egyes jószágot elnevezni, ahogyan tette azt otthon a háztáji kertben. Ugyanakkor a szeretet megmaradt. Tehát most is a baromfiak, hát ahogy kukorékoltak, ahogy a tyúkokkal lehetett kommunikálni, lehetett. A lovakkal szép állatok, jól tartottak, jó genetikai háttér van. És látva, hogy a gyerekek is milyen szeretettel nézik az állatokat, és ez jó. Mikor mi réges-régen gyerekek voltunk, hát majdnem minden udvarban volt állat. És a gyerekek megtanulták, hogy hogy kell az állatokkal bánni, ha beteg, segíteni, és így tovább. Most, ha nincs, akkor ez az érzés nem alakul ki. Tehát azt mondom, hogy nagy jelentősége van az ilyen kiállításoknak.
Joggal mondhatjuk, hogy teltházas volt az idei 31. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Egyrészt látogató számban, másrészt pedig a bemutatott állatok számát tekintve is. Megtelt az összes box, állás és volier, a húsmarháknál pedig kevésnek is bizonyult a férőhely, ezért mobil pihenőhelyeket is fel kellett építeni. Nagyon sikeres kiállítást sikerült szerveznünk idén. Elmondható talán még bizonytalanul, hogy az elmúlt évek egyik legsikeresebb kiállítása. Nagyon sokan jöttek oda hozzám és gratuláltak, gratulálnak a csapatomnak, annak, aki ezt szervezi, mert minden nagyon jó. Tehát voltak olyanok, akik azt mondták, hogy úgy látják, hogy most minden a helyén van már. A Hódmezővásárhelyen elnyert díjak évről évre egyre nagyobb rangot jelentenek. A cégek számára nagyon fontosak az innovációkért odaítélt elismerések, az állattartóknak pedig a nemzetközi zsűri rangsora alapján kiérdemelt helyezések. Akik díjat nyernek, akár az állatokkal, akár a szolgáltatással vagy termékeikkel a termékdíjpályázaton, ők a következő időszakban már, mert a kiállítás előtt elkezdjük a termékdíjpályázati kiirdetését, itt a kiállításon az állatok kerülnek díjazásra és besorolásra, és innentől kezdve a következő kvázi fél év az arról szól, hogy az agrár médiában, teljesen mindegy, hogy nyomtatott vagy digitális felület, megjelennek az itt elért eredmények, és mindenki büszkén mutatja meg azoknak az olvasóknak, másoknak, akik ezeket a forrásokat nézik, hogy milyen szép eredményeket értek el. És azt kell, hogy mondjam, hogy ha itt van 110 tejelőtehén vagy 120 húsmarha, akkor igenis ott érdem elsőnek lenni. Teljesen más, amikor 5-6 állatból választanak ki egyet, mint amikor 110-ből mondjuk egy Grand Championt. Úgyhogy teljesen más dimenzió, és ezért valóban ennek van a legnagyobb rangja. A kiállítás népszerűségének egyik titka a szakmaiságban rejlik. Az állattenyésztés és a növénytermesztés szakemberei számos olyan programon vehetnek részt, ahol bővíthetik ismereteiket és megvitathatják az őket foglalkoztató kérdéseket. Emellett pedig olyan találkozásokra van lehetőség, amikre máskor nincs alkalom. Az impulzusok közül például egyik kiállító mondata, minden döntéshozó itt volt az agráriumból, aki számít. A másiknak a mondata, hogy ennyit még nem tárgyaltunk ilyen intenzíven. Az biztos, hogy látszik, hogy itt koncentráltan, itt vannak a szakemberek. Nagyon jó alkalom és nagyon jó hely az Alföldi Állattenyésztési Napok arra, hogyha összejönnek a szakemberek, akkor amikor már túl vannak esetleg a hivatalos részen, akkor egy fröccs mellett le tudnak ülni és meg tudják beszélni egyébként a szakmai és a nem szakmai dolgokat is. És azt gondolom, hogy ez még közelebb hozza őket, még egymáshoz, és ez talán adhat alapot arra is, hogy egyébként a hétköznapokban bátrabban hívják fel egymást esetleg egy-egy probléma megbeszélésével. És ahogy szintén mondta egy kiállító, vagy egy kiállító és látogató is egyben, hogy ő úgy látja, hogy ez egy nagy család. Tehát aki a magyar állattenyésztő társadalomba tartozik, az egy nagy család, és hát ennek a nagy családnak azért nagyon sok tagja itt van. Azoknak a családoknak is számos programmal készültek a szervezők, akik azért jöttek ki a kiállításra, hogy megnézzék a legszebb állatokat, és képet kapjanak arról, hogyan kerül az élelmiszer az asztalra. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a következő generációval megismertessük ezt a szakmát, az agráriumot egyáltalán, az, hogy történik az élelmiszertermelés alapja, és egyáltalán az az élelmiszer, ami az asztalra kerül, az onnan származik, mi történik, hogy egyáltalán megismerhessék ezt, nagyon fontos, és azért, hogy a fiatalokra ezt játékosan meg tudjuk szeretetni, ezért nagyon sok programot szervezünk, állatsimogatást, a kisállatokat meg lehet simogatni, a nyuszikat meg lehet nézni, a sátorban benn vannak és szalmával körbekerítve egy ilyen nyuszi simogató van, folyamatosan cseréljük őket, szalmavárban játszhatnak a gyerekek, ma már nem találkoznak szalmával, nem csak a városiak, a falusiak se, sajnos elviszik az égetőműbe a szalmát, ha helyett, hogy a földön hagynák, hiszen annak ott a helye, vissza kéne dolgoznunk a talajba, nem lenne szabad elégetni. Lényeg az, hogy itt találkoznak szalmával és nagyon sok minden mással, tehát rengeteg olyan dologgal találkoznak, ami az agrárium része, és játékos formában megkedvelhetik. A kiállítás sikere mögött a Hódmezőgazda ZRT összeszokott, nagyon jól együttműködő csapata áll. Elmondhatom, hogy nagyon jó csapatom van, és ezt a csapatot talán könnyű is működtetni. Nagyon fontos az, hogy évek óta kialakultak rutinok, illetve hogyha váratlan dolgok adódnak, akkor nem kell mindig a főnökhöz rohanni, mindenkinek megvan a kompetenciája, hogy miben tud dönteni. Ez a csapat azért működik polózottan, mert mindenki tudja, hogy mi a feladata, és azt is tudja, hogy nem várhat másra, neki kell megoldani. Úgyhogy tudják a dolgokat, jól teszik. Ez jön át a kiállítás szervezésre is, és azt gondolom, hogy többek között ezért is ilyen zökkenőmentesek. Meg hát jók, azért vannak itt.
Kedves nézőink, kérem hallgassák az Új Mezőgazdasági Magazin podcast adásait is. Több mint 1200 kilót nyom Guszti, az a 3,5 éves limuzin, amelyik idén kiérdemelte a húsmarhák nagydíját az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapokon. A bika nem kis utat tett meg, ugyanis Hajdúszoboszlóról hozta el Hódmezővásárhelyre ezt a gyönyörű állatot tenyésztője Juhász Ferenc. A Debreceni Egyetem tiszteletbeli docense, a Limuzin Tenyésztő Egyesület korábbi elnöke egy nagyon szép állománnyal rendelkezik. 240-250 darab anyatején rendelkezünk, kicsivel, nagyjal, össze-vissza 600-620 darab állat van jelenleg a telepen. Ez mind pedigrés, törzskönyvezett állomány, gyakorlatilag 100%-os pedigrés. Az állatok szeretete már genetikailag kódolva volt Juhász Ferencben. Éppen ezért nem véletlen, hogy az állattenyésztésben találta meg a hivatását. Édesapám is állattenyésztő volt, az ő emlékére ajánlom föl a nagy díjat. 1984-ben végeztem az agráron, aztán egy szakmérnöki képzésen ismertem meg a régi állami gazdaság igazgatóját, akitől 1992-ben vásároltuk meg a maradék állományt, ez 10 év fölötti üres anyateheneket jelentett, és ebből a 44 darab állományból fejlesztettük föl az egész állományt a jelenlegi 250 anyatehénre. Mielőtt elkezdtem a marha tenyésztést, én előtte 9 évig szarvasban a szaktanácsadó voltam, aztán a szaktanácsadás után élő állatkereskedelemmel is foglalkoztam, és azt tapasztaltam, hogy az összes európai kereskedő, olasz, horvát, szlovén, görög kereskedők, mindenki legelőször a limuzint kérdezte meg, és gyakorlatilag ezért is vágtam bele az egész tenyésztésbe, mert a limuzin mindig piacképes volt, meg úgy tűnik, hogy a jelenleg is a legkeresettebb fajta, húsmarha fajta Európában. Mindenki fél a limuzintól, mert azt hiszik, hogy ez egy vadállat, hát lehet látni, hogy abszolút szelíd. Kislányom vezette a kiállításon, de vannak 10 évvel ezelőtti képek is, amikor 3 évesen vezetett egy 10 mázsás bikát. Gyakorlatilag tartás, technológia, bánásmód, hozzáértés miatt kedessé válik ez az állat, tehát abszolút nem vad. Gyakorlatilag a kereskedők azért szeretik, mert nagyon finom, vékony csontozatú, vékony bőre. Nem akarok más hús marhafajtát megbántani, de 10-20 kilóval könnyebb a bőre, a csontja. A értékes húsok aránya az 5-10%-kal jobb kitermelés biztosít vágás során, és nem fagyosodik, nem olyan márványozott, mint egy amerikai vagy brit fajta húsnak, de az európai ember gyakorlatilag ezt a finomságú húst szereti. Guszti tavalyát először a zsűri előtt Hódmezővásárhelyen, és már akkor is elismeréssel beszéltek róla. A akkori francia bíró második helyezettnek hozta ki, egy 7 éves bikával versenyzett, és akkor ő azt mondta, most így visszagondolva, hogy a 7 éves bikának múltja, van neki jövője. Itt a jövő, beérett, 3,5 évesen gyakorlatilag megnyerte a saját felnőtt bika kategóriát, a hímüvar összevetésben szintén ő lett az első, aztán a limuzin fajta kategóriában fajta győztesként került ki, és ugye a 6 húsmarha fajta közötti összevetésben is ő nyerte meg a vásári nagydíjat. Juhász Ferenc számára rendkívül fontos a Hódmezővásárhelyi nagydíj. Úgy érzi, ezzel az elmúlt 32 év munkáját ismerte el a zsűri. 1992-ben vásároltuk az első limuzint, 15 éve járunk kiállításokra, és kisebb-nagyobb sikereket értünk el. Gyakorlatilag most ez az a díj, ami megkoronázta az elmúlt évek 32 év munkáját. Én úgy gondolom, hogy talán be is érettünk erre a díjra. Nagyon örülünk neki, az egész család.
meg a dolgozók is természetesen ugyanúgy kiveszik a részét ebből a sikerből. Makrogranulált műtrágyák, Greenfert mikrogranulált starterek és lomtrágyák az EKR Agrárnál. Mikrobiológiai termékeink az AÖP programban. Részletekért keresse kollégáinkat. Bármilyen traktorba beszerelhető automata kormányzás 2 cm-es pontossággal. Minőségi beszerelés profi háttér a Valkontól. Valkon.hu. A Sumi Agro nyereményjátékában Mospilán termékek vásárlásával egy Suzuki Jimny-t, felejthetetlen japán utazásokat és Mospilán termékcsomagokat nyerhet. Válassza az eredetit, a japán minőséget. 100 és 300 lóerő közötti New Holland traktorok és New Holland kombájnok készletkisöprő akciója az Agrotech Magyarországnál. Részletekért keresse gépértékesítőinket. Warrior mikrobiológiai készítmény a Trichoderma gomba jótékony hatásával. Felhasználásával teljesíthetőek az agrár ökológiai program elvárásai. Keresse a Novaterra Kft-t és partnereit. A Kitez ZRT széles termékkínálattal rendelkezik az állattenyésztők részére. Ragadja meg a várható pályázati lehetőségeket. Keresse Kite gépértékesítőjét. Ismerd meg és fogyaszd a Zilda A2-es tejből készült prémium minőségű tejtermékeit. Hagyományos és laktózmentes kivitelben. Zilda.hu. Kubota M5002, egy professzionális traktor, amely bizonyítja, hogy az igazi kiválóság belülről fakad. Erőteljes motor, kiváló váltó, nagy hasmagasság és egyszerű irányítás. UTEC 46 az okos nitrogén műtrágya. Szabályozott hatóanyag leadás, kevesebb munkaművelet, környezetbarát technológia, széles körű felhasználás. Altoterra. Coralin 9, ultrasekély hibrid kultivátor a lemkentől, tárcsákkal és kapákkal. A legideálisabb művelési mód nyáron. Hatékony vízmegtartás és gyomirtás. Kedves nézőink, az Új Mezőgazdasági magazint a Facebookon is megtalálhatják. Lájkolják műsorunkat, kövessenek bennünket ott is. Hatalmas területet foglaltak el a gépek az alföldi állattenyésztési és mezőgazda napokon Hódmezővásárhelyen. Szívesen jönnek a gépforgalmazók a kiállításra, hogy felsorakoztassák a látogatók előtt azokat a gépeket, eszközöket, amelyek az állattenyésztők munkáját segítik. Az állattenyésztésben ez a legnagyobb kiállítás ma Magyarországon. A kiállításon két fajta képen lehet nyilatkozni. Látogatóként ez a legjobb hangulatú kiállítás, ez mind közül, tehát hogyha valaki nem mezőgazdaságban jártas, eljön ide, akkor itt az állattenyésztés savaborsát, azokat a kitisztított, kitisztomázott állatokat meg tudja nézni, és azt gondolom, ez jól reprezentálja a magyar állattenyésztést és a magyar mezőgazdaságot. Mint kiállítóként azt gondolom, hogy egy nagyon jó látogatott kiállítás, tehát azok a professzionális állattenyésztők jönnek el és hozzák a jószágaikat, versenyeztetik a jószágaikat, akik a magyar állattenyésztés csúcsát képezik, és nekünk ezért fontos, hogy itt legyünk, és mi is találkozhassunk velük. Az elmúlt időszakban a pályázatok hiánya és az ágazat nehézségei miatt visszaestek a gépvásárlások, de hamarosan újabb uniós pályázati források nyílnak meg, amelyek az állattenyésztésben használt gépek beszerzését is megkönnyítik majd. 2024 májusában arról beszélünk, hogy társadalmi egyeztetése van kiírva a jelenlegi állattenyésztési pályázatok. Látjuk azt az irányzatot, hogy a minőségi szálas takarmány betakarítása, minőségi takarmánykészítés, a jó minőségű szervesanyag kijuttatás, hitrágya szórás, szervestárgya kijuttatás van támogatva, illetve a takarmánykeverés és kihoztás. És ezekből a gépekből csemegíznek leginkább a látogatók. Kecskeméti Sándor úgy látja, hogy a gazdálkodóknak egyre fontosabb a minőségi takarmány. Hagyományosan a gazdák kaszálnak, rendet képeznek, majd báláznak, de manapság már fejlesztik, szélesítik a technológiát. Egy rendképzős kaszával kaszálnak le, egy rendterítővel rendet képeznek, ezáltal egy gyorsabb száradást érnek el, majd rendképzés és bálázás után akár másfél napot is nyernek a betakarítási technológiában, így a megtermelt termék nincs kitéve időjárási szélsőségeknek, illetve sokkal jobb beltartalmú takarmányt fognak készíteni. És mindig megpróbáltak megspórolni az elmúlt időszakban, vagy a rendképzés, vagy a rendterítést, és egyre inkább azt látom, hogy ezeket a gépeket is megvásárolják és használják a technológiában az gazdálkodók.
Szemléletváltás figyelhető meg a trágya kijuttatásban is. Nem csak a műtrágya árak jelentős emelkedése, hanem a talaj állapot javításának szándéka és kényszere is abba az irányba tereli a gazdálkodókat, hogy hasznosítsák és a lehető leghatékonyabban a rendelkezésre álló szerves, illetve híg trágyát. Kétféle trágyakijuttatás beszélünk, szerves trágyakijuttatásról és híg trágyakijuttatásról. A szerves trágyát már évek óta azt gondolom, jól kezeljük, jól juttatjuk ki, egyre profibbak vagyunk, és a híg trágyakijuttatás egy mostoha gyerek. De most, mivel a pályázat is fókuszál arra, és kiemelten kezeli a híg trágyakijuttatást, kiemelkedik az, hogy egy híg trágyakijuttató ne csak szétszórja a híg trágyát a levegőbe, a szántóföld fölött, hanem valamilyen egységgel bedolgozza, és ezáltal a benne lévő anyagok hasznosul. Ne illanjon a levegőbe, és például nitrogén nedvességet is kijuttatunk ezáltal a talajba. Az állattenyésztésben is egyre nagyobb teret nyer az automatizálás, az önjáró technológiák alkalmazása. Kecskeméti Sándor is arról számolt be, hogy nagy az érdeklődés az önjáró takarmánykeverő és kiosztógép iránt, mert rendkívül megkönnyíti a munkát. Ennél a technológián a legfontosabb, hogy egy jó minőségű takarmát készítsen a jukszágok részére. Másik nagyon fontos az, hogy a pilóta egy kezelhető gépet kapjon. Harmadik része az, hogy az istáló ez a gép befér-e, mert egyik oldalon hiába fér be a gép, de nem jó takarmányt készít, vagy hiába készít jó takarmányt, hogyha nem fér be az istálóba. És most azt látom, hogy a meglévő istálókhoz kell szabogatnunk azokat a gépeket. Nem mindegy, hogy egy technológiát az 3-4 géppel oldjuk meg, vagy akár jelen esetben egy vagy kettő géppel, ezekhez kevesebb alkalmazott kell, azok legalább egy jól megfizetett profi gépkezelők lehetnek, és hosszú távon ez egy olyan eszköz, ami napi 6-8 órát is dolgozik, tehát egy állattenyésztésben a leghasznosabb eszköz a mai kínálatban. Kecskeméti Sándor szerint nagyon fontos, hogy a pályázati lehetőségek megnyílásával a gazdálkodók gondolják át alaposan és tervezzenek előre, hogy az elkövetkező 3-5 évben milyen fejlesztéseket szeretnének. Nem az a kérdés, hogy ő most ma mit tud megvásárolni, hanem a következő 5 évben a gazda mit fog vásárolni, és ebben kell nyitnia és terveznie, hogy ő mit akar vásárolni. Nyilván lesz neki 3-5 év arra, hogy ezeket a forrásokat megteremtse rá, hogy a pályázatot be tudja fejezni. Az utóbbi 2 évet nézzük a takarmány árak tekintetében, akkor el lehet mondani, hogy eléggé hektikus volt a piac. Míg 2 évvel ezelőtt nagyon magasak voltak az alapanyagok, a takarmány árak, úgy az elmúlt évben már mérséklődés volt tapasztalható. Mi a helyzet 2024 tavaszán, Ákos? Abszolút normalizálódott a helyzet. Tehát ahogy mondtad, az elmúlt 2 év hektikussága után megnyugodott a takarmány alapanyagpiac. Ez köszönhető annak, hogy sajnálatos módon ugye visszaestek az árak növénytermesztők szempontjából, nagyon nagy probléma. Ez köszönhető a világpiaci hatásoknak, kisebb a fogyasztás, relatív nagy termés volt világszerte mindenhol, de ami a növénytermesztőknek most gondot okoz, az állattenyésztőknek egy lehetőség. Tehát ne felejtsük el, hogy 140-150 ezer forintos búza és kukorica árak voltak, most 60-65 ezer forintért lehet kapni, az árpát 50 ezer forintért lehet kapni. A régi készletek azok elfogytak, tehát a drága készletek már nem nyomják a takarmányipart. Az előző évekhez képest olcsóbbnak mondható árak olyan takarmánybázist alakítanak ki, amiből most lehet és érdemes is állati terméket előállítani. Az élő állattermelés, én azt gondolom, hogy most rendben van. Ha a takarmány előállítást nézzük, akkor ugye jelentős az import fehérje bedolgozása ezekbe a hazai takarmány féleségekben. Mennyire sikerül megvalósítani azt, hogy minél több hazai előállítású fehérje kerüljön ezekbe a termékekbe, és itt elsősorban a szójára gondolok. Sajnálatos módon a szója termesztés az mindig egy mostoha gyermeke volt a magyar mezőgazdaságnak. Voltak próbálkozások, hogy ez a 50-60 ezer hektár per éves szójabab termesztésről magasabb szintre emelkedjen a termesztés. Ez nem sikerült. Körülbelül 500 ezer tonna szójadara érkezik be évente Magyarországra. Tudjuk, hogy a Magyarországon a takarmány alapanyagoknak a fehérje tartalma az relatív alacsony, tehát
muszáj magas fehérje tartalmú takarmány alapanyagokat is betenni a receptúrába. Ezt leginkább az egyszerűség kedvéért hozzászoktunk, hogy Dél-Amerikából hozzuk. Most Dél-Amerikából hozzuk a jelentős részét, Ukrajnából a kisebb részét. De itt van Magyarország, ahol simán lehetne több szójababot termeszteni. Itt a 4-5 alapnövénynek a termesztése eddig gazdaságos volt az elmúlt 20 évben. Most talán a növénytermesztőkre ez a kényszer fog hatni, hogy nem tudják a megszokott terméküket magasáron eladni, tehát kényszerhelyzet miatt talán találkozik az a két dolog, hogy a növénytermesztők diverzifikálni fogják a termesztést, és több szójababot fognak termeszteni, illetve az állattenyésztés szempontjából ez meg fogja adni annak a lehetőségét, hogy hazai fehérjeforrás kerüljön az állatok elé. Ennek óriási jelentősége van, azért képzeljük el, hogy Brazíliából idehozni a szójadarát, annak milyen karbonlábnyoma van, hogy mennyire erősen terheli a környezetet. Itt Magyarországon, ha ezt megtermeljük, itt feldolgozzuk, akkor a szállítási költségek a másikhoz képest minimalizálódnak. De azt gondolom, hogy ez nagyon egyszerűen és könnyen lehetne tenni, csak ebben a dologért is, a jövőért, a fenntarthatóságért. Én, mint takarmányiparnak az egyik tagja, azt bátran mondhatom, hogy a felvevő piac meg lesz. Tehát Magyarországon most épül egyébként egy új szójába feldolgozó üzem Mohácson. Mindenkit bíztatok arra, hogy bátran termesszen, mert az 500.000 tonna importot ki lehet váltani Magyarországon termelt szójababbal. Miért fontos nektek, hogy részt vegyetek az alföldi állattenyésztés és mezőgazdanapokon? Ez abszolút természetes, tehát 31 éve van ez a kiállítás. Én személy szerint már az 5. alkalommal itt voltam, amikor a cégcsoportunk alakult szinte akkor, és utána egy rá pár évre kiállítók lettünk. Ez a Magyarország legjelentősebb kiállítása, én muszáj itt lenni, én szeretek itt lenni, tehát itt igazából nem csak arról van szó, hogy találkozgatunk emberekkel, barátkozunk, üzletet kötünk, hanem egyszerűen jó itt lenni. Milyennek látod az állattenyésztés jövedelmezőségét Magyarországon most? Az elmúlt évekhez képest most egy pozitív változást érzek. Természetesen itt a különböző állatfajok között különbséget kell tenni. A broiler csirkésben és a sertéssel most semmifajta gond nincs. Talán a pecsenye kacsa, annak vannak problémái, de ez egy ciklikus és átmeneti jellegű. A szarvasmarha tenyésztés, a tejtermeléssel sincsen gond. Én azt gondolom, hogy az alacsony takarmány árak, azok most egy jó jövedelmezést garantálnak az állattenyésztők számára.
Kedves nézőink, mai új mezőgazdasági magazinunkba ennyi fért. Ha valakinek észrevétele vagy véleménye van a műsorral kapcsolatban, az írjon a képernyőn látható e-mail címre. Az új mezőgazdasági magazint az interneten is megtekinthetik a www.újmezőgazdaságimagazin.hu oldalon, vagy a www.umm.hu oldalon. De keressenek bennünket a YouTube-on is az új mezőgazdasági magazin csatornáján, és ne feledjék, a Facebookon is ott vagyunk. Kérem hallgassák az új mezőgazdasági magazin podcast adásait is. Az új mezőgazdasági magazint a jövő héten szombaton reggel 6 óra 35 perckor megismételjük. Új műsorral vasárnap reggel 6 óra 20 perckor jelentkezem. Ha tehetik, akkor is tartsanak velem. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, legyen nagyon szép a napunk!